Nagyszabású rendezvényre készül idén tavasszal Bonyhád, ugyanis ebben az évben ünnepli várossá avatásának 45. évfordulóját. Az ünnepség szervezését már megkezdték, aminek a megvalósulását segíti a Bonyhád Összekött néven 2018-ban beadott pályázat is. Ebben a pályázatban már meglévő programokat és az új elemeket kellett beilleszteni. Ennek a folyamatáról és eredményeiről beszélt Juhász Józsa, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ intézményvezetője. Amikor összeállítottuk a mi programjainkat, a Művelődési Központ programját, az új elemek közt feltüntettünk egy városnapja elnevezésű rendezvényt. Ugye sajnos itt volt a covidos időszak, és az nagyon nem kedvezett a tömegrendezvényeknek, és mivel a pályázat az utolsó évébe lépett, az idei évben mindenféleképpen meg kell valósítsuk. Talán szerencsés így, hogy az utolsó évre esett, hiszen a 45. születésnap az mégiscsak egy jubileumi dátum. Ugyanez a pályázat finanszírozta például az adventi programokat, és látszott, hogy a hideg idő ellenére nagyon jól érezték magukat az emberek itt a közösségi téren, azon a 4 adventi hétvégén, ami nem csak az elmúlt 21-es évben, de 2019-ben is ebből a pályázatból finanszírozódott. Úgyhogy bátran álltunk most neki ennek a program szervezésének. Igyekszünk minél színesebb kínálatot nyújtani majd az ide látogatóknak. Mind a szabad téren, mind a művelődési házban is lesznek programok. A művelődési házban virtuál reality jellegű programokkal várják majd az érdeklődőket. A közösségi téren viszont változatos és színes műsorokkal készülnek a szervezők az eseményre ellátogatóknak. A szabad térre viszont tervezünk családi programokat és aktív szórakozást, lesz bűvész, selfie box, kötélugró bemutató, slackline, óriás kifestő, breaktánc bemutató, pólófestés, óriás társasjáték. Természetesen ételekkel, italokkal kínáljuk meg itt a látogatókat lehetőségként. És persze a fellépők sem maradnak el, a program 3 órakor kezdődik, gyerekkoncerttel kezdünk, Kalapjakab lép majd fel nálunk, a Pomázi Tűzoltó zenekart látjuk vendégül, Ferenc Orsolya ad majd műsort, és a nap a Republik zenekar koncertjével zárul. Bízunk benne, hogy kedvező lesz az időjárás, de már most fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a program mindenféleképpen megvalósul, és ha a színpadi eseményekből netalántán egy szélsőséges időjárás esetén úgy gondolják, hogy nem lesz megtartott, de meg lesz, az a színházteremben megtartjuk, de a Republik koncert mindenképpen szabadtéren zajlik majd, és nincsen esőnapja a programnak. A rendezvény látogatásával kapcsolatban lesznek bizonyos biztonsági szabályok, ezekről is beszélt Juhász Józsa. Azt tudni kell, hogy mivel tömegrendezvényről van szó, a 484/2020-as kormányrendelet értelmében ez a rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható, ezért a rendezvény térnek a bemeneti pontjai, mint a gyógyszertári udvar, a kisoszudvar, az áruház és a posta közi rész, illetve a művelődési központ és az áruház sarka, valamint az óvodához kötődő rész zárásra kerül. Ennek a részleteit még természetesen kidolgozzuk, és a rendezvénytére 3 beléptető pont kerül kialakításra, és természetesen biztonsági szolgálat fogja segíteni a mi rendezvényünk gördülékeny lebonyolítását, de tudomásul kell venni, hogy csak védettségi igazolvánnyal, illetve olyan kiskorú személy, aki ezzel nem rendelkezik, csak védett felnőtt kíséretében látogathatja majd a rendezvényt.